A forgatási helyszínt a Kárpátia étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. A színházcsinálás nagyasszonyának is hívják, aki mellesleg díszlet és jelmeztervező is. Soha semmit nem kapott készen, mindent magának kellett létrehozni, megteremteni. Csak saját magára számíthatott, amikor 15 évvel ezelőtt életre hívta a Turaida színházat, mely azóta is sikert sikerre halmoz. Magánszínházában havonta több mint 140 embernek ad munkát. Társulat messze földön híres a családias, szeretetteljes hangulatáról. Évente több mint 400 előadást tartanak, melynek nézőszáma 130 ezer körül van. Józsefvárosban a Kálvária téren hozta létre a Turaida Színház új kőszínházát, mely Budapest igazi kis gyöngyszeme lett. Lánya, Cecília és fiai, Balázs és Máté rajonganak érte. Pozitív gondolkodásmódja, életszeretete, energiája, szociális érzékenysége példa lehet sok fiatal számára. Életfilozófiája így hangzik. Az a fontos, hogy jó légy, nem az, hogy jónak tartsanak. A mai Lillás reggeli vendége Darvasi Ilona, a Turaida Színház alapító igazgatója. Egy könnyen nyilatkozó típus. Mikor és hogy lehet téged rávenni arra, hogy interjút adjál? Hát nagyon-nagyon nehéz, nem is emlékszem arra, hogy valaha, vagy nem is tudom, hogy tehát nem emlékszem, hogy én valaha valakinek adtam volna interjút. Ez a Szalai Zsoltnak köszönhető, hogy addig erőszakoskodott évek óta, amíg sikerült engem ide behozni. Nem véletlen, hogy sikerült ide behozni, mert itt azért a number one-ok kerülnek vallatásra, és egy picit más szempontból közelítjük meg a dolgokat, de egy biztos, hogy valóban te egy olyan rejtélyes asszony vagy számomra, és meg is mondom, hogy mikor láttalak először, azt hiszem, hogy egy társulati ülés, egy ilyen nyári társulati ülés volt a Duna partján, még a Rutkai Éva Színházban, ahol megjelentetek. Teljesen természetesen kalapba, ami a védjegyed, és olyan zara sugár alkatod, és azt mondom, hogy Isten, hogy tud valaki ilyen nőies lenni? De ezt a kalapos fazont hogy találtad ki magadnak? Nagyon jól áll, de nagyon keveseknek áll jól. Igazából nem tudom. Én nem tudom, és azt se tudom, hogy mikor jött, nem tudom. Úgy vagyok talán a kalapokkal, mint hogy a táskákkal is, hogy nagyon szeretem a szép táskákat, és nagyon szeretem a szép kalapokat. És ugye, mivel a történelmet is nagyon szeretem, amikor én történelemmel foglalkozom, vagy olvasgatok, vagy nézegetek régi képeket, régi könyveket, ugye én eredetileg népművelő és könyvtár szakot végeztem, és nagyon szeretem a régi könyveket. És ugye akkor azt látom, hogy körülbelül ugye a II. Világháborúig a nők kinemtették a lábukat az utcára kalap meg kesztyű nélkül, meg kis ridikül nélkül. Tehát, hogyha nem volt benne semmi, csak egy zsebkendő meg a lakáskulcs, akkor is mindig ridikül. Tehát nem a zakóba, meg nem a pulóverbe, kardigánba rakták bele a kulcsomókat, ami úgy csörgött, hanem ezekbe a pici kis ridikülökbe. És innen jött, hogy milyen szépek voltak ezek a nők kalapba, kesztyűvel. Tehát, hogy még ha munkásasszonyok voltak is, akkor is jól állt rajtuk az a kis kalap. Öltöztetett. Tudatosan kezdted el válogatni a kalapokat? Mert akkor ezek szerint ez a kalapos korszakod, ez elég régóta tart, és valószínűleg ki fog tartani életed végig. Viszont a szocializmus időszaka nem éppen a kalapoknak kedvező időszak volt.
Ez így van. Hogy találtad igen. meg akkor őket? Nem tudom. Nem tudom, nem is emlékszem rá, hogy mióta vannak kalapjaim. Az biztos, hogy a színházunkban, ami kalapokat használunk, az biztos, hogy mindig, mindegyik tőlem származik, és az én kalapom volt, de otthon is nagyon sok kalapom van. Ha meglátok, tehát soha nem keresek, az nem. Ha meglátok valahol egy szép kalapot, akkor megveszem, és akkor igyekszem úgy öltözni hozzá, úgy, tehát hogy aztán előbb-utóbb meglegyen minden, ami kell hozzá. Köszönjük szépen, közben megérkezett a reggelicskénk. Na, hogy nézem, mi finomságot kapunk ma. Ez van egy kis kacsamell, saját májával töltve, mangalica szalámi, kis libamáj, kamember sajt, torma. Akkor ma se fogunk fogyókúrázni. De hát úgy kell kezdeni, köszönjük szépen a napot, köszönjük hogy szépen. Hogy jó legyen a reggelünk, és úgy együnk, mint ahogy a királyok, vagy a királynők, úgyhogy most meg fogjuk mindjárt tenni. Jól megérdemelten, hogyha a beszélgetést befejeztük. Szóval egy kalapot, hogyha meglátsz, akkor megveszed, és végül is ő választ téged. Így van, igen. Tulajdonképpen ez a kis bevezető, ez csak egy szösszenet ahhoz, hogy egy karaktert meg lehessen ismerni. De azzal, hogy te kalapot veszel a fejedre, az egész tartásod megváltozik. Én talán kétszer vagy háromszor vettem föl kalapot, de abban máshogy kell viselkedni. Az egy más karaktert kölcsönöz. Igen, abban viselkedni kell. Ez a viselkedés, ez a kalaptól jött nálad, ez a nagyon visszafogott, úriasszonyos viselkedés, vagy alapvetően ilyen voltál? Én azt gondolom, hogy alapvetően ilyen lehettem, mert emlékszem, a 8. általános iskolát végeztem, és akkor engem elvittek a Csillebérci úttörő táborba, mint kis dobos vezetőt majd ugye kiképezni, és már ott a Csillebérci úttörő táborban már mindenki azt mondta, hogy én mindig olyan szomorú lány vagyok, én mindig olyan nagyon komoly vagyok, hogy 14 évesen már 18-nak néztem ki, mert hogy annyira komolyan viselkedtem. Tehát azt gondolom, hogy ez elég régre. Tehát volt egy tartás vissza. Benned gyakorlatilag. Igen. Ami a tartás saját magad felé, és egy tartás a többiek felé. Egyébként ez egy nagyon jó dolog, mert színház vezetői alkotói tevékenység kapcsán ez előny tulajdonképpen, hogy nem mernek bratyizni, és tartanak tőled. Ezt jól látom? Igen, azt mondják általában, hogy félnek tőlem, pedig még soha senkinek nem haraptam le a fejét, még soha senkit nem vertem meg a színházban. Néha előfordul, hogy veszekszem, de akkor megvan az oka. De mondják is a kollégáim, hogy ameddig én veszekszem, addig nincs baj, mert ameddig veszekszem valakivel, addig azt jelenti, hogy azt szeretem. Amikor már nem szólok egy szót sem, hallgatok, na akkor van baj. Hú, ez is egy érdekes vonás, mert ezek szerint a metakommunikáció eszközével mindent ki tudsz fejezni. Bízom benne. Hogy jutott eszedbe színházat csinálni? A családotok alapvetően nem a színház bűkörébe nőtt föl. Nem. Sokan voltatok testvérek. Hatan voltunk testvérek. Milyen volt ez a nagy család? Én azt olvastam, hogy azt írtad, hogy szegénységben éltetek. Gondolom nem az a fajta szegénység, hanem inkább egy 6 gyerekes család nem engedhet meg mindent magának. Hát hatan voltunk ugye testvérek. Az édesapám katonatiszt volt. Az anyukám egy parasztasszony volt. Az apukámat 56 után leszerelték, mert kilőtték az orosz tankokat. Ő főhadnagyi rangban volt a Ludovikánál, és utána őt elhelyezték egy szennyvíztelepre dolgozni. Már annak is örülhettek, hogy nem zárták be. Egy szennyvíztelepen dolgozott hosszú éveken keresztül. Hát gyakorlatilag haláláig, de nagyon hamar meghalt 52 évesen. És hát ott bizony... Tehát egy katonatisztnek utána ezt megélni nem volt egyszerű. Anyukám TBC-s volt, az apukámnak még a katonaságból visszamaradt egy problémája a gerincénél, és ezért vasfűzőben kellett neki mindig lenni a műtét után. Emlékszem, ilyen nagyon csúnya bugyirózsaszínű volt, és ilyen vas rudak voltak ebbe a fűzőbe, vasfűzőbe. És azért még velünk élt a 72 éves világtalan nagyapám,
Úgyhogy az, mivel anyukám ugye beteg volt, és szanatóriumban volt, az apukám, hogy a legtöbb pénzt tudja a családnak hazahozni, ezzel a műtött gerinccel vasfűzőben elment kőműves mellé segédmunkásnak, mert ők fizették ott a legtöbbet. Uh-huh. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy milyen körülmények között éltünk és laktunk, a 6 gyerek, a világtalan nagyapám, a TBC-s édesanyám, és a gerinc műtötte apukám. Úgyhogy itt tanultam meg azt, hogy milyen értéke van egy pohár tejának, ha abba cukor van. Bár a lányom azt mondja, hogy nem szabad, mert az egészségtelen. Én a mai napig cukrot teszek a tejába. Megvan az a bögrém, amit be édesanyám tette mindig elém a teját, a mai napig is. És amikor kértem, hogy anyuka, kérek még egy pohár teját, akkor azt mondta, hogy nem tudok többet adni, mert nincs több cukor. És akkor én megfogadtam, ha én nagy leszek, akkor én soha többet nem leszek szegény, és nekem az én gyerekem nem mondja azt, hogy kér még egy pohár teát, és én nem tudok adni. Úgyhogy ez egy olyan útra való volt 6. gyereknek, legkisebb gyerekként, hogy ez a mai napig is nagyon kemény emberré tett, és azt mondtam, hogy mindennek értéke van, és mindenre nagyon kell vigyázni. Vagy a nagyapám, aki miután megette a kenyeret, és összesöprögette a morzsát a terítőn, az asztalon, és a morzsaszemeket is megette, mert hogy ez az élet. És én ezt megtanultam, hogy a kenyér az az élet, a búza az az élet, arra vigyázni kell, és meg kell becsülni. Viszont a tartásod ezek szerint, és az a szomorú arcod, amitől komolyabb lettél, az ebből az időszakból gyűjtött élményeidet gyúrta össze, és lettél, váltál azzá, aki lettél. Mikor voltál először színházba? 3. gimnazista voltam, amikor az osztályfőnököm akkor még olyan volt, tehát akkor még olyanok voltak a tanárok, ezt lehet, hogy sokan nem fognak szeretni, de tényleg nagyon ritka manapság az a tanár, és nem akarok ebbe a kérdésbe belemenni, hogy miért is, de az én osztályfőnököm, Éli Andrásné, ő olyan volt, aki a szabad idejét is arra használta fel, hogy elvitt minket színházba, hogy elvitt minket kirándulni, hogy mindig vitt valahová, múzeumtól kezdve valahová, de hogy mindig az ő osztálya mindig menjen valahová. És én vele láttam először színházat, ez a Víg Színház volt annak idején, és a híres Kakukkfészek előadás volt, amiben Bújtor István, Koncz Gábor játszott, úgyhogy Kern Andris. Úgyhogy én még azt az előadást láttam, az volt életem meghatározó élménye. Tudtad akkor, hogy ez egy meghatározó előadás volt, amitől beleszeretsz a színházba? Nem, akkor még nem tudtam, csak azt tudtam, hogy engem az nagyon-nagyon megfogott, és a mai napig is előttem vannak a különböző jelenetek, amiben ők vannak. A magyar népművelés, illetve a könyvtárszak, amit aztán elvégeztél, az egy tudatos életre való választás volt? Vagy pedig az a fajta, ami, ugye mi egyidősek vagyunk, egy picit idősebb vagyok, mint nem te. Egészen. Nem egészen. Igen, de én egy picit idősebb vagyok, mint te. Na, szóval azt gondoltam, ugye, mert ugyanaz a korszak hasonló problémák, hogy tehát aki nem tudta, hogy mit csináljon, vagy mit kezdjen még az életével, azok jelentkeztünk tanárképzőbe, tanítóképzőbe, mert abból nagyon sok minden lehet. Ez így volt nálam is. Nálam mondjuk úgy volt, hogy én történelem-földrajz szakra jelentkeztem volna Nyíregyházára, tanárképzőre, ahova aztán nem mentem el, mert a barátnőm éppen arra ment autóval, mikor én ott álltam kint a vasútállomáson, és Kovács Editke akkor nyert a lotton egy 4-es találatot, ami 80 ezer forintot fizetett, és abból a 80 ezer forintból tudott venni egy Warburgot. És azt látom, hogy én ugye fönt vagyok az állomáson, és egy ilyen, ugye Dunakeszin születtem, ott laktunk, és ez ilyen magas, ugye fönt volt az állomás, domboldalról nézek rá, megy lent az úton, megállt. Sokan voltak kint az állomáson, és kiabál, hogy hova mész, Ili? Mondom, megyek a tanárképzőbe felvételizni. Mondom, te hova mész, Editke? Ugye mindenki minket néze. Megyek le Zamárdiba, gyere le te is. Jó. Ennyi volt. Úgy, ahogy voltam a szép ünneplő ruhámba, a felvételiző ruhámba, domboldalon csúsztam már lefelé, be a Warburgba, és irány Zamárdi.
Úgyhogy ekkor nem lett ebből felvételi, és én akkor gimnáziumban nagyon sokat jártam szavaló versenyekre, rendszerint mindent meg is nyertem, országos kazinci kiejtési versenyt nyertem, tehát ugye ezek az alapok úgy megvoltak. És akkor engem hívtak, hogy menjek kultúrházigazgatónak Gödre, elvállaltam, elkezdtem. Úgy érettségi után? Érettségi után rögtön. Nagyon tetszett az, hogy rögtön igazgató lesz valaki egy kultúrházba, és azt csinálhatom egyébként, amit szeretek, műsorokat. Tehát nagyon élveztem volna a dolgot, és mondom, de jó, akkor nem kell elmenni főiskolára, nem kell többet tanulnom. Hát nem így volt, mert rögtön mondták, hogy ez rendben vagy, hogy itt vagy, de el kell menni a főiskolára. Úgyhogy aztán következő évben jelentkeznem kellett a főiskolára. A magyar népművelés könyvtár. Népművelés könyvtár szakra jelentkeztem, föl is vettek rögtön. Gondolom, azt csont nélkül végigvitted. Így van, ezt végig kellett csinálnom. És aztán következtek a különböző helyzetek, hol népművelő voltam TS-nél, hol a 31-es építőipari vállalatnál. Ugye az nem volt egyszerű dolog, uh-huh. mert a 31-es építőipari vállalathoz rendszerint Szabolcsból jöttek az emberek, és ugye jöttek mindig hétfőn, délre értek meg, délután álltak be munkába, de pénteken utána vonattal mentek haza vonattal. És hát ugye akkor még divat volt a kommunista szombat, ugye nem mai csirke vagyok, kommunista szombat, de hát ezek az emberek nem nagyon szerettek volna a hétvégéjüket is ugye itt tölteni Budapesten, mert várta őket a családjuk Szabolcsba. És akkor behivatott magához a 31-es építőipari vállalat vezérigazgatója, hát hogy valamit kéne csinálni, hogy ezek az emberek, tehát találja ki valamit. És ezek az emberek elkezdtek kommunista szombatonként, és fönt maradtak Budapesten, és társadalmi munkában dolgoztak. Eltelt fél év, megint behivatott. Ilona, mit csinál ezekkel az emberekkel? Hát soha nem volt, most meg állandóan itt vannak. Hát mondom, ez hagyd legyen az én titkom. De tény, hogy olyan programokat és olyan kulturális eseményeket és műsorokat szerveztem ezeknek az embereknek. Mellé, a munka mellé. A munka mellé, uh-huh. ami ugye mindig szombat este volt, hogy már ne legyen kedvük. Tehát én senkinek nem mondtam, hogy jöjjenek. De olyan műsorok voltak szombat esténként, hogy nem mentek haza, mert ők azt meg akarták nézni. Uh-huh. És itt volt az egész, csak hát persze nem árultam el akkor. Hát... Mennyire volt szabad kezed? Mert nagyon sokan mondják, hogy arra az időszakra, hogy megcsináltam volna, ha. Bármit megcsinálhattam. Uh-huh. Én bármit megtehettem, soha semmiben nem szóltak bele. Tehát én megmondtam, hogy mit szeretnék, az mennyibe kerül, mi az igényem, teljesen szabad kezem volt. Itt tanultad meg azt a fajta szervezést, gazdasági tevékenységet, ami aztán alapot adott arra, hogy később önállóan is színházba fogjál? Nem, azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, hogy azt lehetett megtanulni? Hát, mint egy jó gazdasszony. Tudtam, hogy mennyi pénz van, abból kell főzni, ami van, azt kell beosztani, ami van, és meg kellett találni, és az a mai napig is így vagyok vele, hogy melyik embernek mi az, amit én tőle úgy tudok esetleg kérni, hogy nem azt mondja, hogy jó, de akkor ennyiért, hanem mindenkiben meg kell találnom azt, amennyire szívesen segítene nekem, vagy a színháznak, uh-huh. vagy a társulatnak, vagy a többieknek. Minden ember jó. Én ezt állítom. De hogyha én megtalálom benne, hogy benne mi a jó, és én tudok neki valamiben segíteni, akkor ő is fog nekem segíteni. Uh-huh. És akkor már minden fele annyiba kerül csak. Ez így indul. A mostani helyzet és az akkori helyzet nem hasonlítható össze, mert más gazdasági környezetről beszélünk. Igen. Más lelki indítatásról, más szellemi indítatásról. De azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben akkor könnyebb volt, mint most, és más szempontból pedig most könnyebb, de gazdasági részről meg sokkal nehezebb. Tehát én azt nem tudom, hogy a serpenyőnek a két oldalát, hogyha megnézzük, hogy mi volt a könnyebb, mi volt a nehezebb, mert van benne gyakorlatod, rálátsz erre a helyzetre. Tudod ezt így mérlegre tenni? Akkor könnyebb volt a kultúrát csinálni, mint ma. Sokkal több támogatást kaptak a könyvtárak, a kultúrházak. Nem kellett számolnom, hogy mennyi lesz a bevétel, mert ha azt mondtam, hogy szeretnék
könnyű zenei programokat csinálni, komoly zenei programokat csinálni, mindegyikre kaptam. Tehát tudtam jól, hogy a komoly zenére kevesebben fognak bejönni, de mégis kell, mert vannak olyanok, akiket meg az érdekel. Manapság viszont bármit szeretnék csinálni, azt mindenhol számolnom kell, és tudom jól, hogy csak saját magamra számíthatok, a magam erejére, a társulat erejére és a bevételre, és itt sokkal nehezebb. Most már említetted a társulatot, én még azt egy picit későbbre tenném, mert közben ugye azért azt áruljuk el, hogy jelen pillanatban is a Cseperi Munkásosztónak vagy az igazgatója. És az egy művelődési intézmény. Ez egy kulturális központ, amit egy alapítvány működtet, tehát az önkormányzat egy fillérrel nem támogatja a Csepeli Munkásotthon kulturális központot, egy fillérrel sem, az elmúlt 5 évben nem kaptunk egy forintot sem, és a bevételekből kell mindent kikalkulálnunk. Tehát ugye a TEMI, ez a területi művelési intézmények összefognak körülbelül 60 vagy 62 kultúrházat, akik nem tartoznak, tehát nem az államhoz tartoznak, és maguknak kell magukat ellátni, tehát oda tudunk maximum pályázni. Pályázat egyáltalán van? Van pályázat, igen. 20 millió forintot kaptunk általában az évek folyamán egy évre tőlük, ami egy 5400 négyzetméteres intézmény tekintetében egyenlő a nullával. Hát, mert 5400 négyzetméteret métert kell befűteni, ugye villamos energiát kell, alkalmazottakat kell tartani, takarítani kell, vízfogyasztás van, minden, mert ez közművelődési intézmény, ez azt jelenti, klubok vannak, szakkörök vannak, tehát olyan közművelődést kell produkálnunk, ami ugye bevételt nem hoz, de igény van rá, és azt gondolom, hogy kell is, hogy legyen, mert itt ugye itt van a Csepel Tánc Együttes. Akkor nagyon fontos az együtt éneklés, hogy kórusok jöjjenek. Tehát itt például most nekünk megint volt a második országos kórus találkozó lesz most tavasszal, ahol látja az ember, hogy olyan sokan vannak, és fiatalok is, akik szeretnének együtt énekelni. Igen. Ami ugye nem hoz bevételt, mert azért viszont nem tudok belépőjét kérni, hogy jöjjenek el a városból, Cseperről, vagy az agglomerációból, jöjjenek el és nézzék meg, hogy milyen fantasztikusan énekelnek emberek. Igazából ez arra jó, hogy együtt vannak, együtt megnézik egymást, de hogy ennek olyan értékteremtő ereje van, hogy most mi 20-30-an összeülünk és együtt énekelünk, nagyon sok energiát szabadít fel, és nagyon sok pozitív energiát szabadít fel, és nagyon sok ilyen közművelési tevékenység van, amit ugyanúgy el kell látni. És ez volt, ami régen anyagilag így támogatva volt, és nem azon kellett gondolkodni, hogyha valami jó, hogy úristen, igen. Erre a jóra honnan fogom szedni, igen, a pénzt? Mert igen. Ez lehet a legnehezebb feladat benne, hogy nagyon sok mindent lehetne adni az embereknek, és egyre többen jönnének a komoly zenei koncertre, ha már egyszer eljöttek. Igen. Szóval azért ez egy nehéz történet. A másik édes gyereked? Hát a másik a Turaida Színház, igen. 15 évesek voltunk november 11-én. Hát azért ez nem semmi. Igen, 15 év. Belekezdeni egy magánszínházba egy nőnek, amúgy sem volt sok, ugye Karinti Színház volt a magánszínházak közül. Nem is volt más akkor még. A Karinti a 31 Éva éves. Színház volt, igen, és ti voltatok. Igen, 31 éves ugye a Karinti Színház most már, a Rutka Éva Színház... Lenne most 18? Körülbelül így, igen. Igen, és mi most 15. És 15. Hogy jutott az eszedbe? Mert azért egy színház az más. Más egy művelődési intézmény, és más egy színház. Igen. Hát úgy jutott eszembe, hogy ugye én népművelő vagyok, és amikor én férhez mentem, akkor utána elég sokan kerestek meg a régi osztálytársaim, hogy tudnék-e segíteni egy-egy művésszel, akik ugye azóta, tehát az én osztálytársaim, akik kultúrházigazgatók, és hogy egy-egy művészt elvinni, leközvetíteni hozzájuk. És én mindig szívességből megtettem, elküldtem. És mert ugye akkor én már nem kultúrházban dolgoztam akkor éppen. És hát egy darabig ugye ott
ezt tettem szívességből, utána azt mondtam, hogy miért, hát akkor ezeket a műsorokat én is el tudnám vinni. És először ezek ilyen pódium műsorok voltak. Aztán ahogy elvittem ilyen különböző helyekre, kultúrházba, láttam, hogy vannak olyan operettek, amiket ilyen hatan csináltak meg, mondjuk egy denevért raktak színpadra, és hát az volt a díszlet, hogy az ülő garnitúra az első felvonásban bal oldalon volt, az volt az egyik helyszín, majd jött a másik felvonás, az egy másik helyszín, ott az ugyanaz az ülő garnitúra, csak jobb oldalon. És akkor azt mondtam, hogy na nem, hát ezt egy operettet így nem lehet csinálni, és akkor majd én megmutatom. És így kezdődött, lett a Lili Bárónő az első, ahol óriási nagy díszlet volt, gyönyörű tánckarral, élő zenekarral, ahogy ez a nagykönyvben megvan írva. Honnan vetted rá akkor a pénzt? Saját magamtól, a saját pénzemet szántam rá, saját a családi kassa, a szőnyeget vittem el otthonról, akkor később, ahogy fejlődött a színház, akkor már kellett az ülőgarnitúra is, akkor azt is bevittem, és akkor tévét néztek a gyerekek, ugye se szőnyeg, se ülőgarnitúra, és akkor a Balázs, a nagyobbik fiam lehetett olyan 6-7 éves, és akkor rám nézett, hogy anya, nem lehetne, hogy legalább a szőnyeget hozd vissza, olyan kemény ez a padló. Úgyhogy így indult a színház, és aztán egyre jobban fejlődtünk, egyre jobban megszeretett bennünket a vidéki közönség, és most ott tartunk 15 év után, hogy a 15 év alatt bemutattunk 133 produkciót, nagy színházi produkciót, körülbelül több mint 6000 előadást játszottunk le a 15 év alatt, és több mint 2 millióan látták az előadásainkat fizető nézők. Tehát azt már nem is számolom, hogy hány olyan néző lehetett, akik ingyen jöttek színházba, mert nagyon sok jótékonysági előadást tartunk most is. Hátrányos helyzetűeket, halmozott hátrányos helyzetűeket vendégül látunk színházi előadáson. Kapcsolatunk van Budapesten 25 gyermekintézménnyel, akik, tehát ugye árvák, és úgy jönnek hozzánk színházi előadást nézni. Tehát sokat jótékonykodunk. 15 év rengeteg sikerrel és kudarccal párosult, és ti voltatok az egyetlen olyan utazótársulat, magánszínház, akik ugye nem kerestek sok-sok éven keresztül állandó játszóhelyet, hanem néha befogadtak benneteket, vagy béreltetek termet, de javarészt legalábbis az első időben jártátok az országot. Elárulom a nézőknek, hogy én tavaly beadtam egy pályázatot az MTVA-nak, mert azt gondoltam, hogy megcsinálnám a Turay Ida Színháznak a vidékjáró, turnézó hétköznapjait, mert szerintem erről semmit nem tudnak a nézők. A néző este Mátészalkán, vagy mit tudom, Kisvárdán fölveszi a kis ünnepi ruháját, reméljük még. Igen, vidéken fölveszik. Kifesti magát, veszi a kalapját, a ridikűjét, ünneplőből öltözteti a lelkét is, és elmegy a színházba, hogy a csodának részese legyen, mert minden színházi előadás egy csoda. Én szerintem. De hogy emögött mi van, azt az elképesztő munkát, én ezt akartam földolgozni egy dokumentumfilm keretén belül. Mert beszélünk mi Dérinéről, meg az ekós szekér, meg nem tudom én mi, de ez gyakorlatilag modern változatban ugyanígy működik. Igen. Hogy kell elképzelni egy napotokat? A díszítők kelnek hajnalban, 4 órára, hajnali 4 órára kimennek a díszletraktárba, fölpakolják a díszletet, fölpakolják a ruhákat, és elindul vagy egy, vagy kettő teherautó, attól függ, ugye mekkora színházi előadást viszünk, és elindul a 2 teherautó vidékre. Leérnek mondjuk déli 1 órára, akkor leülnek, vagy megebédelnek, vagy nem, vagy bekapják a kis szendvicsüket és a kávéjukat, vagy nem, és elkezdik behordani a díszletfalakat a kultúrházakba, vagy vidéki színházba. Fölépítik a díszletet. Bocsánat, látjátok előtte, tudjátok a színpad méretét? Így van. Tehát hát az egy előzetes... megint, hát az egy megint hát egy igen. Másik munka.
Ugye oda megint kell egy egész stáb. Tehát aki, ki kell menni helyszínen. Így van. Tehát le kell szervezni a különböző helyekre, ugye le kell menni. Most már mi ugye 15 év alatt mindent tudunk. Tehát az ország 300 kultúrházát ismerem, ezt mondhatom őszintén. Ismerem, meghallok egy helységnevet, tudom fejből, hogy az hány kilométerre van Budapesttől, mennyi a távolság oda-vissza, van-e autópálya vagy nincs, milyenek az autótak viszonyai, tudom, hogy mekkora a kultúrház, mekkora a színpad méret, milyen hang- és fénytechnika van már ott, tehát mivel kell nekünk kipótolni, tudom, hogy körülbelül hány néző ül a nézőtéren, mert nekem olyan színházi előadást kell ajánlanom a kultúrháznak, hogy rögtön számolnom kell, tudom, hogy hányan férnek el, hány forintos jegyárakat tudnak számítani, eladni, akkor melyik színházi előadást ajánljam nekik, hogy nekik legalább nullán legyenek, hogy ne fizessen rá a kultúrház, mert csak akkor éri meg neki megvenni a mi előadásunkat. Tehát én rögtön elkezdek számolni, és már olyan előadást ajánlok oda, amit tudom, hogy utána azt fogja mondani, hogy jaj, de jó, nekik is jó volt, és legközelebb is önöktől szeretnénk előadást venni. Tehát eleve így indul el, hogy már tudom, hogy mit kell levinni. Tehát amikor lement a díszlet, fölállították a díszletet, a hangfénytechnika addigra már leér, elkezdik beállítani a lámpákat, a hangot, vezetik a vezetékeket, a mikrofonokat beállítsák, hogy mire leér a zenekar, a zenekaros a darab, akkor már a kottatartó állványok is be legyenek szépen állítva, hogy tudjanak beállni, hangbeállás lehessen. Hogy amire elindulnak délbe egy órakor, vagy maximum, ha nem mennek messzire a színészek kettőkor, leér a színész busz, mert ugye busszal mennek a színészek is le, addigra már várják őket, addigra már a ruhák, az öltöztetők, a ruhákat már az öltözőkbe ki tudják, ha vannak öltözők, ki tudják rakni szépen a ruhákat, ki legyenek vasalva a ruhák, addigra leérkeznek a színészek. Hangbeállás megvolt, ők elkezdenek öltözködni, festik magukat. Megvolt az előadás, a színészek ugye újra fölülnek a színészbuszra, elindulnak visszafelé, akkor a műszak szépen összerakja a ruhákat, a kellékeket szépen becsomagolják, újra dobozolják. A díszítők kihordják újra a teherautóba a nagyon nehéz díszletfalakat, és akkor elindulnak visszafelé. Visszaérnek a színészek, az körülbelül olyan éjjel egy órára, kettőre, a műszak visszaér hajnali 3-ra, 4-re, vagy reggel 5-re. Havonta olyan 50-60 előadást játszunk, pillanatnyilag is. Van, amikor egy nap, két vagy három előadásunk van, két különböző előadás, vagy három különböző előadás, az azt jelenti, hogy a műszaknak három különböző helyre kell. Tehát akkor teljesen különböző stáb dolgozik. Így van, három különböző stáb. Van, amikor az egyikünk ugye Budapesten van, a másik, mit tudom én, éppen Makón, a harmadik pedig Lentibe. Úgyhogy ez körülbelül így. Hát logisztikailag sem egyszerű megoldani. Műszakilag sem. Háttérszemét. Hogy lehet ezt megfizetni? Ezt csak szerelemből lehet csinálni. Ezt a műszaknak is szerelemből, a színészeknek is szerelemből. Tehát... Most csak azért mondom a nézőknek, hogy a szerelem nem azt jelenti, hogy pénz nélkül csinálják, hanem ezt egyszerűen nem lehet elhivatottság nélkül csinálni. Mert ki az az épeszű ember, aki ha nem szerelmes a színháznak a légkörébe, az a díszletező, hogy tudja, hogy ha az a fénytechnika nem úgy működik, ha ő a színpadot nem így építi föl, balesetveszélytől kezdve mindenre lehet számítani, hogy képes hajnali 4-kor ott lenni a munkahelyén, és hajnali 3-ra, 4-re hazaérni, ez egy 24 órás műszak. Ez így van, igen. Nehéz rá embert találni? Nehéz. 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 Ráadásul... Bár, valakinek családja van, gondolom. Igen. Nehéz találni embert, és nehéz olyat találni, aki azt mondja, hogy bár lehet, hogy nem keres annyit, mint egy másik állami színházba, egy önkormányzat által támogatott színházba, ugye nálunk jóval kevesebbet keresnek az emberek, mert nem tudjuk őket megfizetni, de szereti ezt a légkört, ami itt van. Ez egy egész más légkör, mint egy állami színházba. Pontosan azért, mert hogy itt sokkal többet töltenek együtt a művészek is a műszakkal. Itt olyan jó a hangulata a művészek és a műszak között, tehát itt tényleg egy barátság működik. Együtt lélegzik a csapat. Így van, ez egy igazi csapat. Szokott
Szoktak a művészek külön utazni, vagy pedig annak a bizonyos művészbusznak, ami elindul a színészekkel, az... Ennek az, megvan a hangulata, megvan nem a hangulata, szoktak. Ugye nem mennek föl, külön? Nem, fölülnek a színészbuszra, a Tóth Judit sütött éppen otthon valamit, akkor hozza magával, a másik gyümölcsöt hoz, almát hoz, tehát hoznak egymásnak, te mit hoztál, te mit főztél, mi történt. Tehát ez a társalgó gyakorlatilag. Így van, így van, tehát csak visszafele van csönd a buszon, amikor már fáradtak és már szinte alszanak, de lefelé nyüzsög, vibrál a levegő, tehát egész más az élet. Mennyi idő kellett, mire elfogadtak benneteket? És hogy a színészek is elfogadták azt, hogy a Tura Ida egy magánszínház, egy vidéket járó színház, nem egy hakni társulat, tehát ez ki kellett, hogy kristályosodjon bennük, hogy nem az van, hogy na most összeállunk hárman, négyen, és akkor két kanapét kiviszünk és kész, hanem mire elismertek benneteket? Kire gondolsz, hogy aki elismer bennünket? A színészek. A színészek, aki... Mert aki megnézi a darabot, annak nem kell magyarázkodni, mert ő látja. Így van. Vidéken már úgy kérnek tőlem előadást, hogy meg se kérdezik, hogy ki fog benne játszani, miről szól a darab, mert bízik bennem, és tudja, hogy ha én valamit ajánlok, az biztos, hogy siker lesz. Tehát itt ezen a részen nincs probléma. A színészek, akik jelentkeznek hozzám, hogy szeretnének hozzánk jönni dolgozni, most sok ilyen van. De gondolom, hogy volt olyan időszak, amikor ez nem így volt. Igen. De én nem emlékszem az elejére, hogy bárki kételkedett volna. Tehát én bárkit hívtam dolgozni, soha senki, ezt lekopkom, bocsánat, nem vagyok babonás, azért kopogom le alulról háromszor, hogy bárkit hívtam, nem is emlékszem, hogy nemet mondott volna. Az jó. Nem, tehát egyszerűen, és azt gondolom, hogy a kezdettől fogva, de biztos, hogy kellett ahhoz, hogy hiteles legyek. Tehát ha én valamit mondok, kimondok, az biztos, hogy úgy van. Nem kell leírnom. Szerződést már csak azután írunk sokszor, amikor már mennek a próbák, vagy amikor már muszáj ugye a NAV miatt, muszáj, hogy szerződés is legyen mindig a számlák mellé. De tudják és ismernek, hogy ha én valamit mondok, az úgy van. Ha valamit megbeszélünk, akkor az úgy van. És ehhez ragaszkodom, tehát ezt muszáj megtartani. És hát több mint 140 ember dolgozik a Tura Ida Színházban. Ez 140 családot is jelent. Ha csak 3-4-el szorozzuk meg, amennyi egy család, már akkor is az nagy szám, aki ebből a színházból él. Tehát nekem felelősséggel tartozom ennyi ember iránt, ennyi család iránt. És éppen ezért van az, hogy nehezen fogadunk be plusz új embert, mert aki egyszer már eljön hozzánk dolgozni, akkor nekem nagyon rossz, de én úgy érzem, hogy felelősséggel tartozom érte. Tehát egyszer például valaki kisegített, hogy ugorjál be, mert valaki lebetegedett. Ritkán fordul elő, mert nálunk azt mondják a művészek, hogy nálunk beteg színész nincs, csak halott színész van. Tehát akármilyen beteg jön, és Pásztor Erzsi, aki tényleg Kossuth-díjas, érdemes művész, és hát bizony már túl volt a 70-en, amikor nagyon-nagyon beteg volt, és azt mondta, hogy nem baj, én akkor is megyek veletek, mert Szekszárdon engem vár a közönség, és nem tehetem meg, hogy nem megyek le. És nagyon beteg volt, akkor is beült az autóba, és vittük le Szekszárdra, mert őt várta a közönség. Úgyhogy nálunk a színészek ehhez így is állnak hozzá. Tehát viszont felelősséggel tartozom. Ha már egyszer valakinek munkát adok, felelősséggel tartozom, és onnantól kezdve föl kell ajánlani neki a következő évbe is munkát, és így jött az, hogy először indultunk, és voltunk 10-12-en, és most már 140 ember van. Tudod, mi jutott az eszembe, hogy épp Újréti László mondta azt, hogy tulajdonképpen nem, hát ez a trend, hogy nincsenek társulatok. Darabokra szerződtetnek a színházak, a színházigazgatók, színészeket. És milyen fura, hogy egy magánszínház jóformán az egyetlen lassan az országban, akinek stabil társulata van. Igen, valóban. Hát ez egy őrület. Igen, társulat van nálunk, akik azért nem mennek el másik színházba játszani, mert hogy nekik ez az anyaszínház, és ebbe a színházba keres annyit, amennyiből ő meg tud élni, és el kell, hogy tudni. Azért el kell húzd tudni. Ki magad. Igen. Van minden. Igen. És jó, mert szeretnek,
és jó ebbe a szeretetben élni, és jó szeretetet adni, tehát ezt azért csinálja az ember, mert ahol dolgozik, ott jól érzi magát. És azt csináljuk, amit szeretünk csinálni. És ez a nagy dolog, hogy tényleg ezért nem munka a munka, és nem baj nekem se, hogy 3-4-kor sokszor rám szólnak, hogy látom, tegnap még fent voltál. Honnan tudod? Hajnali fél négykor. Honnan tudod? Hát látom, mert rajta van már az e-mailen, hogy mikor küldöd el a levelet, vagy hogy mit vársz tőlem másnap, azt én még reggel 3-4-kor, meg 4-kor van, akkor 4-5-6-kor fekszem le, de reggel azért kelni kell. Igen. Mekkora változás lett az életetekben azzal, hogy lett egy kőszínházatok, hiszen a Józsefvárosban, a régi Józsefvárosi Színház, ami sok-sok néven működött, Dériné Színház, Józsefvárosi Színház, volt Budapesti Kamara Színház, Rutka Éva Színház, és most a tiétek. Ez, hogy lett egy kőszínház, ez egy elég nagy váltás. Ez előny vagy teher? Hát én még most pillanatnyilag úgy érzem, hogy teher. Teher, mert plusz feladatok lettek, plusz munka lett, mert idáig ugye csak abba kellett gondolkodni, hogy évi 400 előadást lejátszunk vidéken. Most pedig minden csütörtök, péntek, szombat, vasárnap dolgozni kell, felnőtt előadásokat kell tartani a színházba. Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtök délelőtt gyerekelőadásokat kell tartani a Kálvária tér 6-ban, ami ugye plusz feladatok. Ugye azt üzemeltetni kell, fűtésszámla, villanyszámla, tehát rezsi, nagyon magas rezsi, plusz ugye bérleti díj van, tehát azért ezeket ki kell termelni. Nagyon nehéz. Nehéz, és nehéz, hogy megszokja a közönség, hogy mi ott vagyunk. Mert hiába mondom én azt, hogy Budapest egyik legszebb színháza a Turaida Színház, mert tényleg olyan, mint egy kis ékszertoboz. Mint egy ékszertoboz. A színháznak épült ez az épület. Illetve az a rész az ott színháznak épült. Mozinak. Mozinak? Mozinak. 103 évvel ezelőtt ott mozinak azt épült. Mozi volt, igen. Azóta többször ugye át lett alakítva, de tovább bővíteni nem lehet. De hát egy gyönyörű kis ékszerdoboz. 318-an férnek el, annyi embert lehet leültetni. De én mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön el egyszer és nézze meg. Nézze meg egy előadást, jöjjön be oda, vegye át azt az érzést, ami ott van, mert ez egy klasszikus színház, nem modern, gyönyörű faragott oszlopokkal, oszlopfőkkel, gyönyörű tapétával, aminek a tapétának ugyanolyan színek vannak benne, mint a padlószőnyeg a földön. Tehát annyira úgy minden ott van, a fa cseresznyebarnával van szépen lefestve, tehát bármere megy az ember, annyira otthonosan érzi magát, és annyira... Az színház. Az olyan, én úgy szoktam, hogy olyan színház szaga van a színháznak, és ez jó. Gondolom, hogy a környezet lassan elfogad benneteket, a helyi közönséget, Józsefváros közönségét sikerül-e becsalogatni? Mert a színház szerető közönség, aki színházba jár, az végül is végignézi a repertoárt, megnézi, hogy mi hol megy, jaj, és annak gyakorlatilag tök mindegy, ha ő azt látja, hogy a Turaida Színház játsz a Józsefvárosban, akkor el fog menni, mert arra a színészre kíváncsi, arra a darabra kíváncsi. De hát egy színházjáró közönséget színházjáró közönségé kell tudni nevelni. És hát azért neked ez benne van a véredben, hogy hát ugye, ahogy mondtad, hogy a gyerek előadások, a felültetőadások, tehát hogy a józsefvárosiaknak is meg kell szokni újra, hogy ott van egy színház. Sokan járnak már Józsefvárosból, de még én azt mondom, hogy még mindig nem annyi, mint amennyit én szeretnék. Hogy a helyieké legyünk, hogy valóban ők érezzék, hogy mi azért vagyunk ott, hogy nekik jó legyen. Ettől függetlenül én azt gondolom, mindig egyre többen jönnek, mert oda jönnek és mondják, hogy de örülnek, hogy ez újra van, és milyen jó újra ide járni, mert régen is volt színház, és hát, hogy ez most ilyen szép lett, és nem is gondolták volna. Tehát egyre többen vannak, de még én azt gondolom, hogy a nagy része talán azért nem tud még jönni, mert anyagilag nem engedheti meg magának, hogy színházba járjon, vagy hogy havonta egyszer eljöjjön színházba. De sokan jönnek, hála Istennek, ennek én nagyon örülök. Szervezzük is. Többször tartunk olyan előadásokat,
amit kimondottan hátrányos helyzetűeknek tartunk, azért, hogy ők is lássák, és eljussanak oda. Gyerekeknek is tartunk nagyon sokat, ingyenes előadásokat, hogy eljöjjenek és lássák, hogy milyen, hogy megtanítsuk őket színházba járni. A gyerekeknek tartunk külön foglalkozásokat, hogy egyáltalán mi is az a színház, hogy miért öltözünk másképpen, ha színházba jövünk, hogy nem eszünk bent a színházteremben, nem iszunk, nem eszünk bent, hogy amikor bejövünk, köszönni kell, hangosan kell köszönni. De majd, hogyha valaki nem veszi észre, majd észre fogják venni. És hogy a kabátot nem visszük be a színházterembe. Azért van a ruhatár, leadjuk a kabátot. Tehát egy viselkedés kultúra. Színházi viselkedést tanítunk a gyerekeknek. Foglalkozunk velük, hogy mit fognak látni a színházban, miről szól az előadás, mire kell figyelni, hogy amikor elmegy, akkor hogy viselkedünk, kivel beszélgetünk, mivel. Tehát egész másfajta életstílus tanítunk meg ezeknek a gyerekeknek. Sokszor a felnőtteknek sem árt, de engem nem zavar, tehát én sokszor elbeszélgetek velük, és nem bántódnak meg a felnőttek sem. Mivel tudsz kikapcsolódni? Nagyon szeretek színházba járni. Tehát, hogyha elképzelhető akkor, hogy fogod magad, és elmész egy másik színházba, és megnézel egy jó előadást? Igen, igen. De ha nem tetszik, akkor elmegyek. Akkor fölállok és elmegyek. Akár megsértődnek, akár nem. De úgy vagyok vele, hogy túl drága az időm ahhoz, hogy illemből csak azért ott legyek, hogy... Tehát nem. Az időm sokkal drágább. Akkor inkább fölállok, elmegyek, hazamegyek, és szövegkönyveket olvasok, hogy mikor... Hogy kikapcsolódjál egy kicsit. Igen. Igen. De nagy kertes házban lakunk, úgyhogy ha jön a jó idő, akkor megyek ki a kertbe, és növényeket ültetek, és fákat ültetek, és platánfákat ültetek, mert már platán a kedvencem, és most is ősszel ültettem 3 platánfát a 3 gyerekemnek, hogyha már nem leszek, és olyan 40-50 év múlva lesznek ezek gyönyörűek a platánok, akkor azért ők emlékezzenek arra, hogy ezt még az anya ültette, hogy az az ő fája. Azt hiszem, nem csak a fájdáltal hagysz maradandót magad után. És köszönöm, hogy az értékes idődből eljöttél egy reggeli erejéig ide hozzánk. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Jó étvágyat kívánok. Nagy meglepetés volt számomra, mert sokkal rosszabbra számítottam. Azt gondoltam, hogy 50 perc az nagyon-nagyon hosszú idő, de nagyon hamar elszaladt, mert olyan nagyon emberi volt az egész. Úgyhogy nagyon jó volt. Jó volt egy jót beszélgetni, amit én nagyon ritkán szoktam. És ami meg nagyon nagy meglepetés volt a végén, hogy az idén én kaptam meg a Nagy Miklós díjat. És hát ugye a meglepetéseket nem szeretem, mert nem tudom, hogy kell olyankor viselkedni, és nagyon zavarba vagyok, de nagyon-nagyon jól esett. Köszönöm. A forgatási helyszínt a Kárpátia étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A műsorvezető frizurája a Pomádé Szalonban készült.